Kezdjük talán a legfontosabbból, ugye a világbajnoki bronzérmet ott élted át a helyszínen. Milyen érzés volt a csapat mellett lenni, milyen élményekkel gazdagodtál? Azt gondolom, hogy ez sokkal többről szól, mint maga az eredmény, maga az a bronzérem, ami gyönyörű. Egy olyan erős közösséget, egy olyan csapatszellemet láthattam közelről, ami azt gondolom az élet minden területén, ahol ilyen jól tudnak emberek együtt dolgozni, egymásért küzdeni, az sikert kell, hogy eredményezzen. Úgyhogy nekem személy szerint is óriási erőt adott látni azt, hogy ezek a fiúk milyen jól működtek együtt, mint csapat. Beszéljünk egy kicsit erről az évről. A 2023-as esztendővel mennyire vagy elégedett? A minifoci 2015 óta íródó történetében ez a legsikeresebb évünk. Egy világbajnoki bronzérem, azt gondolom, hogy minden szempontból sport történelmi esemény a mi életünkben. Úgyhogy rendkívül elégedett vagyok, és ahogy mondják, a jó eredmény ilyenkor meghozza az étvágyat, úgyhogy nagyon bízom benne, még van kettő ennél fényesebb érem, akár VB-n, akár EB-n. Nagyon bízom benne, hogy tovább tudunk majd fejlődni. Ezek lehetnek a célok jövőre nézve, akár a bajnokságokat tekintve, akár a válogatottat? Válogatott szerintem egy magas szintre jutott el, és célzott fejlesztésekkel, további fiatalitással, újításokkal azt gondolom, hogy ismét szintet léphet. Amiben nagyobbat szeretnénk előrelépni, az az, hogy a jelenleg is már több mint 20 ezer ember játssza a minifocit különböző rendezvényeken, hogy ebből minél többen szervezett formába tegyék, és azt szeretnénk elérni, hogy olyan magas minőségű bajnokságunk, magas minőségű kupáink legyenek, ami ténylegesen a közönség számára abszolút élvezhető, és tovább növeli a sport népszerűsítését.